Csinálok egy kis tejszínes gombás szüzet. Ez 30 deka sertésszűz, ez 15 deka kockabékkal. Ezt oda teszem pirulni. Ezt meg gyorsan fölvágom csipokra. Ilyen vágok ilyen kis vékony szeleteket. A szűznél fontos, hogy mindig így keresztbe vágjátok a rostiránynak merőlegesen a húsit, mert akkor lesz jó omlós puha. Ezt most csak így szépen fölcsikozom. Nagyon szeretek a szűzzel dolgozni, mert tök könnyen kezelhető. Na, megpirítom egy kicsit a békönt, majd ezt ráteszem, és addig összevágok még emellé 30 deka gombát is. Na, megpirult a békön, mehet bele a csikokra vágott szűz. Picit ezt is pirítom, és itt van már a gombát összevágtam. Ezt is egy picit átpirítom. Most teszek bele egy kis mokkás kanál, tehát nem egy nagyot, egy ilyen kisebb. Sőt, épp hogy csak szórtam bele egy pici sót, mert majd meg kell kóstolni, mert a békön az ugye sós lehet. Tehát azt most nem is annyira kell ilyenkor sózni, mehet bele bors. Ebben mehet egy picit bővebben. Tehát ennek a bors nagyon jó ízt ad. Nem kell, hogy csipős legyen, de ki kell, hogy érezhető legyen a borsnak az íze. Sóból meg végül is szinte csak egy csipetnyit tettem egyelőre bele, majd a végén megkóstolom, mert a szalonna miatt simán lehet, hogy elég sós lesz. Jó, ezt egy picit még pirítom. Na, pirult egy picit, mehet bele a gomba. Arra figyeljetek, hogyha lehet, akkor friss gombával csináljátok, mert akkor lesz ilyen szép, világos a szaftja. Én most megint a Spice-ba találtam, azért csinálom a kaját. Ilyen kicsit régebb, itt az hajlamos arra, hogy sötét legyen, tehát ha lehet, akkor ilyen szép fehér gombával csináljátok. Gusztusosabb lesz a végeredmény. Na, ha az egész egy kicsit összepirult, a jó erős lángon csináljátok, akkor mehet bele 2 deciliter tejszín, és mivel látjátok, ez így nem lenne elég szaftos, én még szoktam hozzáadni tejből is 1-2 decit, mert a lányaim szeretik, ha jó sok szaft van rajta. Erre mehet most egy kis friss vagy mirelit petrezselyen. Nekem mirelit van itthon, mert télen ugye a friss az nem annyira, hogy ezzel szórni bőven, mert jót tesz neki. És a sűrítés az úgy fog kinézni, hogy étkezési keményítőből egy ilyen csapott, hát vagy majdnem púkos kanál volt. Összekeverem vízzel, és ebben az a nagyon jó a liszttel ellentétben, hogy itt egyből látja az ember, hogy milyen sűrű lett az étel, és ha kell, még egy picit lehet hozzákeverni. Ezt itt csak simán kikeverem benne, ez tök könnyen feloldódik ilyen csomómentesre egy kis vízbe. Úgy, és csak itt simán rálocsolom. Elkeverem, fölforr, és tulajdonképpen kész is. Akkor most még meg fogom kóstolni, hogy elég sós-e. És nagyjából ez az egész megint nem volt egy 10 perc. Na, fölforr, akkor jövök vissza. Na, ez nagyjából kész is. Ez az egész megint így cakli-pakli nem volt negyed óra. Nézzétek meg, tök jó, sűrű, szaftos. Ugye a lányaim is mindig inkább csak a szaftot kérik, mert főtészta lesz most a köret, de lehet adni rizssel, akár extrém esetben krumplipürével, vagy egy gnokkival, főztök hozzá sima gnokkit. Én most épp ilyen ezt a ilyen spirál tésztát főzök neki köretnek.
Ennyi. És nem tettem bele sort, ezt most le is zárom. Jó, mert... És nézzétek meg, 30 dek a gomba, 30 dek a husi, 15 dek a békön, és ennyi lett belőle. Megkóstolom még egyszer, de nem kell vele. Ez, főleg a házi békönből, hogy csináljátok házi szalonnából, az még sósabb, akkor egy gram só nem kell bele, ebben most tulajdonképpen egy ilyen csipetnyi sót tettem, nehogy elsózzátok, jó? Só, bors, petrezselyem, de a sóból kevés, meg ez a négy hozzávaló, és kész a tökéletes kaja, jó? Na, jó étvágyat kívánok, nézzétek meg, tényleg tök jó, krémes, sűrű. És ez a keményítő sűrítés nagyon jó, mert egyből látjátok, hogy milyen sűrű lesz, nem kell órákig forragatni. Na jó főzés, könnyű kajákat, sziasztok!